Sziasztok! A mai videómban mutatok nektek néhány trükköt, hogy hogyan kell erősíteni a palettát ahhoz, hogy ki tudjátok ültetni. Amint látjátok, azért a mai nap nincsen olyan túl jó idő, ha úgy vesszük, hiszen azért borongós az ég, picit szemerkér talán az eső, ugyanakkor van körülbelül olyan nagyjából 15 fok, ami ideális alkalom ahhoz, hogy a fejlettebb paradicsompalántákat elkezdjük kiszoktatni. A palántákat az üvegházból, az ablakból, vagy pedig bentről rögtön kiültetjük a szabad földbe az óriási sokka növényeknek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az idősebb, erősebb palántákat elkezdjük edzeni. Hogyan álljunk neki ennek a palánta edzésnek? Először is válasszunk olyan napokat, amikor már a hőmérséklet napközben körülbelül olyan 11-15 fok. Keressünk neki egy árnyékos helyet, főleg az első egy-két nap, hiszen hogyha délután mi is kimegyünk a napra nyár előtt, akkor könnyedén leéghetünk. Na, ugyanez van a növényekkel, különösen a palántákkal is, úgyhogy keressünk nekik egy árnyékosabb, félárnyékosabb részt. És utána minden egyes este vigyük be, igen, ez egy macerás munka, azonban megéri, hiszen ezáltal a paradicsom például sokkal erősebb lesz, bővebb termést fog hozni. És miért jó az, hogyha egy kicsit szoktatjuk a paradicsom palántákat a kinti klímához? Egyrészt kint fúj a szél, mint ahogyan most is, és ezáltal a növényt is ellenállóvá teszi, ellenállóbb lesz a szára, egészségesebb lesz ezen kívül a növény. Elég macerás folyamatosan kihozogatni, főleg, hogyha többfajta palánták van, meg többféle fajták. De én azt mondom, megéri ezzel bíbelődni, és még egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. Előfordulhat, hogy a paradicsom palánták elkezd egy kicsit tirulni. Nem kell megijedni. Mit jelent ez? Ez főleg a kisebb palánták esetében szokott előfordulni. Azt jelenti, hogy vagy fáznak, például, hogyha ablakban vannak, valaki véletlenül rányitja hidegebb időben az ablakot, azt azért ezek a növénykék megérzik. A másik pedig a foszfor hiányra utal, ilyenkor érdemes a növényeknek egy kicsit foszfor tartalmú tápoldatot adni, és meg fogják hálálni. Hogyha eddig nem tettétek, kövessétek az Édenkert TV YouTube csatornáját, iratkozzatok fel hírlevelünkre, és látogassatok a Facebook oldalunkra.